Megállíthatatlanul robog a Csíkszeredai Sportklub a Jégkorong Erszteligában, ahol a hétvégi mérkőzések után már 10 pontra növelte előnyét a rangsorban. A csíki csapat három mérkőzést játszott Magyarországon négy nap leforgása alatt, és mindhármat megnyerte. Az első győzelem a Fehérvári Titánok otthonában született, itt 6-3-ra nyertek a kék kékfehérek. Innen Budapestre utaztak, ahol előbb az Újpest ellen nyertek 5-2-re, hogy hétfőn este aztán a vasas Schiller se jelentsen komolyabb akadályt. Ezt a meccset 4-2-re hozta a sportklub. A csíkszeredai csapat a következő két hétben nem mozdul ki Hargita megyéből, hiszen a Budapesti Hokiklub és a Duna újváros fogadása mellett oda-vissza megmérkőzik a Gyergyói Hokiklubbal is. Az utóbbi meccsek a belföldi bajnokságban is számítanak. Itt egyelőre az ötödik helyen áll a sportklub, de eddig csupán öt mérkőzést játszott.